elmondom magyarul is röviden, tehát hogy én is valami tisztatúsági jó. Beszéltem volna számon, arra van, hogy a téli szolgálat milyen munkát végzett. A polgárnak a nagy része sajnos nem tudja azt, hogy a téli szolgálatra vonatkozna az önkormányzatnak csak is a lokális utakra van felhatalmazás, a lokális utakat kell, hogy karban tartsa. Ez azt jelenti, hogy a Tavankúr felé vezető utat például, vagy a Miskév és Nagyvény közötti utat, vagy például a Békova és Csantörér felé vezető utat, de nem a magisztrális utakat és nem az autót. Az önkormányzatnak a szolgálata a közösségi közváltón keresztül csütörtökön délután 3 órakor vonult ki, először 5 kamionnal, utána miután a helyzet súlyosodott, ott már 10 kamionnal, és éjfélkor, amikor láttuk, hogy komoly gondok lesznek a hófogásokkal kapcsolatban, akkor már ehhez még 8 olyan munkagépet is csatlakoztatunk, amelyek tudják a hófogásokat is kirelökni, vagy azt mondom, hogy az utakat megnyitni. 18 géppel dolgoztunk csütörtök éjféltől egészen hétfő délutánig, és ez az idő alatt az önkormányzat hatáskörre alatt álló utak mindegyike átjárható. Nem volt egyetlen egy olyan út, csak akár egy órára sem meg kellett volna fogadni, hogy járt volna bárhol. Igazából a gondjaim azokkal az utakkal voltak, amelyek az autótot, illetve a magisztrális utakat, amelyeket a szerbély utak közvált kellett volna, hogy karbantartson és tisztában tartson, és itt voltak a gondok, és több esetben is az önkormányzatnak a munkaképei segítségre vonultak ki. Az autóútnál, Nagyfénynél felszabadítottunk egy több 10 vagy azt mondom akár 100 autóból álló behalzott részen ilyen autókat, teherautókat és autóbuszokat, és biztonságban kivezettük őket az autótól. Másodszorban akkor, amikor a rendkívül állapottal foglalkozó tanács, illetve hát megbízott lakások a környezetvezető segítségét kért a városi önkormányzattól, akkor ezt több alkalommal is megadtuk. Autóbuszokat biztosítottunk arra vonatkozóan, hogy Bártófolyáról leszállítsák az embereket, akik ott rekedtek. Biztosítottunk egy élelmiszercsomagokat azoknak az embereket, akik több napon keresztül a Elenium Petrolnak a benzinkutyán voltak az autót mentén, illetve több alkalommal az elektrolizálási segítségét nyújtottunk, hogy ott a trakóállomások, amelyek be voltak azt mondom, hogy újva azoknak kiszabadítottuk, hogy a telekolónak a munkásai odaérhessenek, és valójában az áramellátásnak biztosítva legyen a szükség telekolás területén. Azt kell, hogy mondjam, hogy én meg vagyok elégedve azzal, hogy ezt elvégezték, ahogy ezt elvégezték a munkát a közvállalatunk, mert azt gondolom, hogy az, ami az ő hatáskörében volt, az minden rendben volt. Az pedig, hogy a szervi utaknak az elkövetkező időszakban más dolgokat és szisztematikus megoldást kell találni ezekre fognak az egyébként. Remélem, hogy a köztársasági illetékesek eredmény megoldást fognak találni, és lépésének fognak menni, mert nem először fordult el elszabadt a területén, de az ő hatáskörük is ezért őnek kell felelni. Én meg szeretném köszönni a köztársasági közvállalatnak is, a Vöröskörösnek és a Szubotvetrásznak is, és a közlekedési rendőrségnek is, akik derekasan kivették a részvételt a pár nap alatt, hogy valójában lokális utaktól rendben legyenek, illetve azokat az embereket, azok a búvákat ragadtak, akiket kimentsük ezekből a helyszínekből. És természetesen le a kalapba azok az emberek előtt is, akik több napon keresztül majdnem egyfolytában dolgoztak, és próbálták megőrizni az utaknak az átjárhatóságát. Ami az elmúlt egy-másfél-két hónap munkát illeti, azt hogy mondjam, hogy amit mondtam, hogy a költségvetés belé komoly visszatekargások voltak, ezt konkrétumokra is tudom alátámasztani. Olyan lépéseket tettem az elmúlt másfél-két hónapban, amely kezdik meghozni egy gyümölcsöket. Konkrétan például a reprezentáció a 2013-as decemberi hónapban és a 2012-es decemberi hónaphoz képest. Az egy évvel ezelőtthez képest egyharmadára szorítottam vissza, és megkapják meg az adatokat is önök. A benzinköltségeket, amelyeket az önkormányzat autói használnak, ezért körülbelül a januári hónapban lefeleztem az egy évvel ezelőtti januári hónaphoz képest. 500-et több mint 4 milliót takarítottuk meg csak decemberben és januárban azáltal, hogy rendet tettünk, illetve kezdtünk rendet tenni az autó használatot, illetve a benzinköltségre vonatkozóan. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy ami a kísértékű beszerzéseket illeti a városházára vonatkozóan, 2012-ben 4,3 millió dinár volt,
2013-ban 2,3 millió dinár volt, és ebben az évben vissza szeretnénk szorítani. Tehát azt gondolom, hogy megengedhetem azt, hogy az önkormányzatok a tisztségviselői például 2013-ban 60 liter viszkitvétel és 90 liter gortvölisztvétlemény alkoholos italokat, illetve más időket is. Úgy gondolom, hogy ennek nincs helye, és azt gondolom, hogy nekik magyarázzák az előtjeink, hogy hova tűntek el, vagy kifogyasztottál, hogy kerültek a másik alkoholos italt itt a városházban. Azt is el kell mondjam, hogy mellékeltem önöknek, hogy a 2012-es évhez képest 2013-as évben a köztársasági közvállalatban 272 ezer literrel kevesebb üzemanyag fogyott, ami azt jelenti, hogy 300 ezer euró értékben nagyobb fogyott az a munkavégzés mellett a 2012-es évben, mint a 2013-asban. Én remélem, hogy a büntető felmentésem alapján az illetékesek lépni fognak, mert még egyenlően visszajelzést nem kaptak. De ez az alap is, ez a dokumentum is bizonyítja, hogy komoly visszaélések történtek abban a közvállalatban, és semmi, ami az illetékesek végre felépett. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy megszüntettem egyes olyan privilégiumokat, amelyeket eddig a tisztségen lévő emberek élveztek itt a Szalkai Városházán. Például megszüntettem azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat fizeti ki a parkolási költségét tisztségviselőknek. Ez 23 tisztségviselőre volt kifizetve a 2013-as évben, és 250 ezer dinárba került a városnak a város költségét is. Úgy gondolom, hogy aki a tisztségviselők közül autóba szeretne járni, és parkolni szeretne, az már kifizeti a saját zsebéből ezeket a költséget. És azt is el kell, hogy mondjam sajnos, hogy még a saját legközelebb munkatársaim is neheztelnek ezeket rám. Nem egyszerű ez a helyzet, így kell, hogy ezeket a dolgokat az ember bevezetni. De sok esetben úgy érzik az emberek, hogy a szellődöm előtt jobban, jobb helyzetben voltak. És az üzlethelyiségre vonatkozóan is olyan lépéseket tettem, amely egyértelműen azt igazolják, hogy sokkal komolyabb jövedelmet lehet megvalósítani az üzlethelyiségnek a kiadásából, ami azt jelenti, hogy több mint 100 üzlethelyiségnek az ellenőrzésére lett elvégezve az elmúlt időszakban, 78 üzlethelyiségre vonatkozóan felváltottuk a szerződéseket, mert vagy nem rendeltetésre használták, vagy nem azt használtak, hogy kellett, vagy inkább nem használták. És 12 új szerződés, tehát most lett kiírva 40 pár üzlethelyiségre a kiadásra vonatkozóan a licitációra felhívás, soha nem volt ennyi üzlethelység kiadva, mint szólt a kérdésre. És azt is kell mondjam, hogy az első eddig elkezdtek jönni. A 2013. januárjában 4,7 millió dinárt valósít meg a város az üzlethelység bére kiadásából, 2014. januárra pedig már 5,7 millió, tehát több mint 1 millió dinárral egy hónap alatt megmutatjuk a bevételi oldalát ennek a forrásnak is. Azt kell mondjam, hogy komoly gondjaink vannak a üzlethelyiség, illetve az irodák használatával, úgy a Jedlának az épületében, úgy a Új Városházának az épületében, úgy a munkásértőknek az épületében. Sok olyan eset van, amikor olyan emberek használják, vagy olyan egyesületek használják, mert semmiféle szerződésünk nincs, vagy semmiféle dokumentumunk nincs erre. Nem szedik se a fűtésszámlákat, nem szedik a villanyszámlákat és az adósok tömkágyel állt meg ezzel kapcsolatban, és itt is elkezdtük a rendcsinálást, és én azt gondolom, hogy itt is az önkormányzat részéről egy a vagyonkartalkodással kapcsolatban, másodat pedig a jövedelemmel kapcsolatban komoly ellenlépések volna megtörténni. Ami a üzlethelység vagy épületnek a vásárlását, illetve megjelent a közvéleményt, azt kell, hogy mondjam önnek, hogy ez nem igaz. Szabadka város önkormányzata nem vettek semmiféle palotát, és nem vettek semmiféle ingatlant. A törvény szerint Szabadka önkormányzatának elővásárlási joga van a ingatlanvásárlással kapcsolatban. A tulajdonos az elővásárlási jogra vonatkozóan felkínálta az ingatlant az önkormányzatnak 350 ezer euró értékben. Miután az adóhivatallal konzultáltuk, és hivatalosan megkaptuk az adóhivataltól, hogy az épület azokkal az üzlethelyiségekkel körülbelül 500 000 eurót ért, tehát 500 ezer eurót ért, a városi tanács úgy döntött, hogy az önkormányzat élni szeretne az elővásárlási jog lehetőségével. Az, hogy ezt az ingatlant megéveszünk és az eladó eladjának intézni, az nem tudjuk. Arra mutatnak ezek a fejlemények, hogy az eladónak nem az a célja, hogy az önkormányzatnak adja el az ingatlant, hanem az a célja, hogy másnak adja el jóval drágábban, de a törvényes kötelezettségeknek próbáltuk eleget tenni, hogy az elővásárlási jogra való felkínálást megtegyük. Én, mint polgármester veszek a családi ezüstöt nem fogom eladni, de ha ilyen lehetőség lesz, akkor az önkormányzatnak a vagyonát gyarapítsam, és ilyen mértékben, ami családi ezüstnek számít, akkor gyarapítani fogom, és ilyen vásárlások az önkormányzat részéről hogy igyekszik pénzt teremteni. Amíg én leszek a polgármester, addig egyetlen egy olyan üzlethelyiség lesz elcsőjő vagy eladva, ami igazából értékét jelentelen az önszolgáltatóban. És nem szeretnék reagálni azokra a sajtónyilatkozatokra, amelyeket azt gondolom, hogy minden szint alatt vannak.
egyértelmű az, hogy egyesek nála veszették teljesen a cirátot.